Köszönöm szépen, nagyon ügyesen vásárolt. Egyeztettek a további feladatokról a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ önkéntesei, miután átadták a bevásárolt termékeket a segítségüket kérő idősnek. Kun Péter 22 éves frissen végzett mérnök azt mondja, nagyon szereti ezt csinálni, és amikor meglátta a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ felhívását, azonnal jelentkezett önkéntesnek. Fontosnak tartom, hogy az ilyen nehéz helyzetben mi fiatalok támogassuk és segítsük az időseket. A szintén frissen végzett HRS Nagy Kristóf Balázs azt mondja, ő azért jelentkezett a programra, mert szerette volna hasznosan eltölteni a felszabadult idejét, miközben másoknak segít. Jó a hangulat is nagyon, és hát természetesen én sem egyedül jelentkeztem, hanem tudjuk ismerősökkel, barátokkal ezt az egészet végezni, úgyhogy nekünk is egy jó közösségi program. Ahogy kapjuk a call centertől a megkereséseket, plusz még, hogy ki tud jönni kerékpárral, gépkocsival, mert ugye a hegyre nem küldhetem fel, gyalog őket, hát ezeket kell beosztani. És ez így úgy néz ki, hogy működik. A Szekszárdi Humánszolgáltató Központ irodájában zajlott az önkéntesek eligazítása. A döntően fiatalokból álló csapat jókedvűen beszélte át a másnapi feladatokat, majd jó ízűen fogyasztották el az egyik gyorsétteremlánc által felajánlott menüt. A cég hetente egyszer ad az önkénteseknek ebédet, a vállalat így szeretné megköszönni a másokért végzett munkájukat. Ács Sezső Szekszárd polgármestere azt mondja, a város is nagyon hálás az önkénteseknek. Tárgyalnak arról, hogy ingyen buszbérlettel és üzemanyag támogatással segítsék a munkájukat. Nagyon nagyszerű munka, amit végeznek, csak pozitív visszajelzéseket kapunk tőlük. Vannak furcsa kérések, vizet kéne hozani, fát kéne vágni, vagy éppen mondjuk felásni a kertet, hát azért ezeket hogyan tudják ők vállalni, a bevásárlásban, csekkek befizetésében, gyógyszerkiváltásban, ilyesmivel tudnak segíteni. Közel 40-en jelentkeztek a programra, a központ 31 fővel már szerződést is kötött, mondja Toláciné Varga Zsuzsanna, a Humánszolgáltató Központ vezetője. Nagyon-nagyon lelkesek, és nagy örömmel jönnek, és keresik folyamatosan a munkát, és hát ahogy látjuk, hogy ilyen nagyon változó az igények beérkezése, úgyhogy vannak napok, amikor éppensége 31-nehány bejelentés érkezik, és akkor azt kezeljük, de volt olyannak, amikor 7 vagy éppenséggel 8, úgyhogy egyelőre még ilyen nagyon periódikus a munkavégzés. Továbbra is várják azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a rászorulóknak, akár bevásárlásban, akár a melegétel kihordásában. Az önkéntes kukac szekszárd.hu e-mail címen tehetik meg az ehhez szükséges jelentkezéseket.